Bedőlt lakáshitelek, mintegy 30 ezer ingatlant vásárolt meg eddig a Nemzeti Eszközkezelő. Fokozott figyelem, az időskorúak biztonságáért, áldozattá válásuk elkerüléséért indult bűnmegelőzési program 6 megyében. Lovas hagyományok, idén Dögén rendezik meg a Nemzeti Vágta előfutamát, a Nyírségi Vágtát. Mintegy 30 ezer ingatlant vásárolt meg eddig a Nemzeti Eszközkezelő a bedőlt lakáshitelesektől, összesen 115 milliárd forintért. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A társaság 2012-es indulásakor úgy tervezte, hogy a 25 ezres keret elég lesz az adósok megsegítésére, ezt azonban időközben emelni kellett. Jelenleg még 5 ezer ingatlant vásárolhatnak meg, de az elmúlt hónapok azt mutatják, egyre kevesebb a felajánlás. Az elmúlt években sok tulajdonos vált saját ingatlanának bérlőjévé, a Nemzeti Eszközkezelő felvásárlással segíti a bedőlt hiteleseket. Az elmúlt 5 évben már több mint 40 ezer felajánlás érkezett a társasághoz, ebből mintegy 30 ezer ingatlan meg is vásároltak. Ezzel így összesen 285 milliárd forint hitel visszafizetéstől mentesültek a programba bekerült adósok. Ők bérlőként továbbra is egykori otthonukban élhetnek. Szabolcs megyében is több ezren kerültek ilyen helyzetbe. Szabolcsat már Bereg megyéből közel 4000 ingatlan felajánlás érkezett. Ez a második a megyék rangsorában. Ennél több már csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett, ahol valamivel több mint 4000 felajánlást nyújtottak be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 3000 ingatlant már megvásárolt a NZRT, és csak 300-at kellett visszautasítani. A megvásárlásnak több feltétele van, az egyik ilyen, hogy az ingatlan forgalmi értéke a hitelfelvételkor nem haladta meg a 20 millió forintot kisebb településeken, és a 25 millió forintot megyeszékhelyen, illetve Budapesten. De az is kritérium, hogy a felvett hitelt már legalább fél éve nem tudja fizetni az adós. Az állami segítséget csak azok a családok igényelhetik, ahol az egyfőre első jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 250%-át, ez jelenleg mindegy 100 ezer forint. A 2012-ben alakult társaság az elmúlt években kénytelen volt emelni a felvásárolható ingatlanok számán. Magát a megvásárolható ingatlan keretet fokozatosan emelték, legutóbb 2015. szeptemberében akkor a 25 ezres keretet emelte meg a kormány 35 ezerre. A befogadások folyamatosak, és a felvásárlás, vagy az ingatlanok megvásárlása is. Az látszik, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen visszaesett a felajánlások száma, tehát most már csak 1-200 ingatlan felajánlás érkezik havonta. Ferenc Halmi Zsófia hozzátette, eddig havonta átlagosan 500 felajánlás érkezett az eszközkezelőhöz. Egy-egy jogszabálymódosítás alkalmával volt ez a szám több ezer is bizonyos hónapokban. Véleménye szerint a csökkenés oka az lehet, hogy már szinte nincs olyan ingatlan, amely a befogadás feltételeinek megfelel. Az időskorúak biztonságáért, áldozattá válásuk elkerüléséért indult bűnmegelőzési program 6 megyében. A Pusztán Hatan című prevenciós kezdeményezésben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintően a 25 legkisebb lélekszámú település vesz részt, ahol hasznos tanácsokkal, lakossági fórumokkal és képzésekkel igyekeznek megszólítani a szépkorú lakosságot. Kisebb településeken és bokortanyákon élő idős embereket kerestek fel a rendőrök tavaly novemberben. A rendszeres ellenőrzések a koruk miatt segítségre szoruló emberek biztonságérzetének növelését is szolgálták. Az idén tavasszal indult Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket érintő bűnmegelőzési programnak is hasonló a célja, azaz a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a kis településeken élő idősek biztonságérzetének javítására és áldozattá válásuk megelőzésére. A tavasszal indult prevenciós program egy korábbi projekt kibővített és kiterjesztett folytatása, hangzott el a pénteki rendőrségi sajtótájékoztatón. Ez egy egyedülálló kezdeményezés országunkban, 6 megye, most már Tiszántúl valamennyi megyén részt vesz benne, és specializálódott a pályázat, már nem csupán a kis településeken élők általánosságban, hanem a kis településeken élők, de az időskorúaknak a védelmét szolgálja. Megyénkben van egy általános része, tehát próbálunk elérni minden kis településen élő időskorút, illetve van egy speciális része, ami azt jelenti, hogy 25 kiválasztott település, 25 legkisebb lélekszámú településnek a időskorú emberét próbáljuk megszólítani.
A program keretében többek között lakossági fórumokat szerveznek, papíralapú kiadványokat és az idősek között gyakori kerékpáros balesetek elkerülése érdekében kerékpárlámpákat osztanak ki. Olyan szórólapok és kiadványokat tudunk elhelyezni, amelyek bűnmegelőzési prevenciós célokat szolgálnak, így megszólítva az időskorúakat. Ezen kívül kortárs képzéseket tartunk időskorúak részére, vagyis azokat az időskorúakat, amelyek valamilyen tisztséget töltenek be a saját közösségükben, vagy mondjuk hangadóknak számítanak, vagy inkább befolyásolják a közösséget, őket szólítjuk meg képzés keretében általános jogi és bűn megelőzési tanácsokkal, amit aztán a saját közösségben tovább tudnak adni. Az augusztus 15-ig tartó pályázati program költségvetése 10 millió forint, amely összeg a 6 megye között oszlik meg. Szükség van az emberek támogatására és a nemzeti konzultációban való részvételre ahhoz, hogy a kormány megakadályozza a brüsszeli bürokraták terveit, mondta a Fehérgyarmati Fórumán a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Tuzson Bence kiemelte, a konzultáció a rezsicsökkentésről is szól, de a legfontosabb téma a bevándorláspolitika. Ez az kérdés egy olyan kérdés, amit nem lehet elrontani. Sok mindent el lehet rontani, sokféle politikát el lehet rontani, lehet beszélni szociális kérdésekről. Ha hozunk ott egy rossz döntés, azt néhány évre el fogja dönteni az ország sorsát rossz irányba. De ha ebben a kérdésben, a migráció kérdésében hibás döntést hozunk, akkor az bizony 100 évekre szinte megváltoztathatatlanul megváltoztatja az országnak a sorsát, ezt semmiképpen sem engedhetjük meg, ezért kell nagyon keményen küzdenünk, és ez tulajdonképpen minden politikusnak a kötelessége lenne. A nyugdíjasokat is segítené az MSZP, többek között újra bevezetnék a 13. havi nyugdíjat, mondta a nyíregyházi tájékoztatóján Legény Zsolt. A szocialista országgyűlési képviselő kiemelte, komoly megélhetési problémákkal küzdenek az idősek. Több mint 1 millió olyan nyugdíjas van ma Magyarországon, akiknek öregségi ellátása nem éri el a 100 000 forintot. Az elmúlt években az öregségi nyugdíjminimum nem emelkedett, 28.500 forinton stagnál már hosszú évek óta. Ezt minimum a duplájára szeretnénk emelni, illetőleg a 100 000 forint alatti nyugdíjasok számára egy egyszeri érdemi nyugdíjkorrekciót végrehajtani, azaz felemelni a nyugdíjukat, és ennek egyébként a költségvetésben ma is meglenne és meg lehetne a fedezete akár a költségvetési tartalék terhére. 750 millió forintos költségvetési módosító javaslatot nyújtott be Apát István, jobbikos országgyűlési képviselő. A politikus nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, a megyei, azon belül a mátészalkai egészségügy helyzetét szeretné javítani, hogy az emberek jobb ellátást kaphassanak. Apát István hozzátette, a 750 millió forinttal elsődleges célja a helyi kórház eszközparkjának korszerűsítése és bővítése. Ennyi pénzből már teljesen digitalizált röntgenberendezéseket lehetne vásárolni, mint ahogy meg lehetne, vagy fel lehetne újítani az ultrahangos berendezésnek az eszközparkját. Lehetne vásárolni a régi elavult helyére egy új CT-gépet, sőt, szürkehályog és béldiagnosztikai eszközök is beleférnek már ennyi ekkora keretbe, és egy igaz újdonság, amely valóban körülbelül a felét teszi ki ennek az összegnek, MR-berendezéseket is lehetne vásárolni. Jótékonysági vásárt szervez szombaton a nyíregyházi Kossuth téren a Fidelitas, jelentette be az ifjúsági szervezet megyei elnöke pénteki sajtótájékoztatóján. Petneházi Dávid elmondta, a rendezvénnyel a fiatalabb és az idősebb korosztály összefogását szeretnék erősíteni. Az esemény a Városalapítók szobránál 1 órától kezdődik. A vásár bevételét a tervek szerint gyermekotthonoknak ajánlja fel a Fidelitas. Szeretnénk áruházi, illetve hátrányos helyzetű gyermekeknek egy napját szebbé varázsolni, már csak annak apropóján is, hogy közel vagyunk gyermeknaphoz, és szeretnénk mi is kivenni a részünket abban, hogy ezeknek a gyermekeknek egy napot igazán szépé és jóvá tudjuk varázsolni. Egy eseményt szeretnénk szervezni, melyen levendégül látjuk őket, és különböző programokkal szórakoztatjuk őket. Idén Dögén rendezik meg a Nemzeti Vágta előfutamát, a Nyírségi Vágtát. A versenyzők június 4-én mérik össze tudásukat a 3. Lovas Fesztiválon. Az országos versenyt idén szeptember 15-e és 17-e között rendezik. A hagyományok szerint Budapesten, a Hősök terén. A Nemzeti Vágta idén 10 éves fennállását is ünnepli. A történelmi hangulatú nemzeti vágta célja, hogy a magyar lovas hagyományt felelevenítse és évről évre új tartalommal gazdagítsa, hangzott el a verseny sajtótájékoztatóján Kisverdán. Idén Balogh Béla lova képviseli majd a települést,
Tavaly az ő lova nyerte az országos versenyt Budapesten. A nyírségi lovasok igazán eredményesek a nemzeti vágtán. Arany és ezüstérmet is hoztak már haza az elmúlt években, közölte a Szabolcsi Lovas Fesztivál igazgatója. A nemzeti vágta előfutama a nyírségi vágtának van egy alap versenyszabályzata, és ennek a feltételének kell megfelelni. 18 éven, a felnőtt vágtában 18 éven felülnek kell lenni a lovasnak. A lovaknak az 5. életévét kell, hogy betöltse, és nem lehet teljes tiszta telivér, csak 50%-os telivérek lehetnek. Az idei verseny célközönsége ismét a lovas programokat kedvelők. Lesz kis huszár és felnőtt vágta, valamint fogadhajtóverseny és különböző gyermekprogramokat is szerveznek Dögén az Amekó Lovas Centrumban. Június első hétvégéjén nem csak a 3. Szabolcsi Lovas Fesztiválra várják a vendégeket. Az idejében pedig úgy döntöttünk, hogy legyen két rendezvény egy időben egy helyen, így június 3-án és 4-én nem csak a Szabolcsi Lovas Fesztivál, hanem a 7. Dögeni Hagyományőrző Kukri Fesztivál is megrendezésre kerül, amivel igyekszünk még színvonalasabbá tenni a nemzeti vágta előfutamát. Így nem csak szervezünk, hanem be is mutatkozunk az egész kicsiktől, az óvodásaitól, a nyugdíjasokig, mindenki megmozdul. A vidéki előfutamok már májusban elkezdődtek az ország 13 helyszínén, valamint további 4 határon túli településen. A nemzeti vágtát idén szeptember 15-e és 17-e között rendezik meg Budapesten, az elmúlt évekhez hasonlóan a Hősök terén. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte ma a Tűzmegelőzés Kft. A nyíregyházi cég, amely már a országos hálózattá fejlődött, negyed évszázada kiemelkedő munkát végez a munkavédelem és a tűzmegelőzés területén. A Kft. Amellett, hogy cégek, üzemek biztonságáról gondoskodik, szakemberek oktatásával is foglalkozik. Jelenleg mintegy 200 partnerük van, és évente 20-25 ezer játszótéri eszközt ellenőriznek az ország egész területén. Nekünk a tevékenységünknek az a fő alapja, hogy ezekre a területeket érintő jogszabályokból, hogy úgy mondjam, toppon kell lenni. Tehát folyamatosan ismerni kell, ezeket nekünk is tanulmányozni kell, és ezeket próbáljuk érvényesítetni a partner cégeknél, hogy minél kevesebb munkabaleset, tűzeset történjen. Szerencsére az elmúlt 25 év alatt 3 tűzeset történt csak partnercégeknél. A balesetek száma stagnál, de ilyen nagy létszámhoz és a több 10 000 dolgozói létszámhoz viszonyítva elenyésző a munkabalesetek. Egy igazi ásatás részleteit láthatták általános iskolás diákok Nyíregyháza külterületén. Az interaktív régészet napjáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Aranyérmet szerzett Gönczi Alex a budapesti kickbox világkupa versenyen. A 19 éves nyíregyházi sportoló a K1 szabályrendszerű küzdelem 60 kg-os súlycsoportjában végzett az élen. A nyíregyházi junior csapat lett az első a férfi kézilabda NB1B keleti csoportjában. Bécsi János együttese 2 ponttal előzte meg a Békés csapatát. Egy igazi ásatás részleteit láthatták a diákok Nyíregyháza külterületén. A József András Múzeum régészei interaktív előadást tartottak általános iskolás tanulóknak. A programot a Régészet napja alkalmából szervezték, amelyhez országszerte több mint 20 város csatlakozott idén. 3 hete kezdődött el az ásatás ezen a területen a nyugati elkerülőnél Nyíregyházán. Bár ismerik a régészeti lelőhelyeket, mégiscsak ott végeznek ásatásokat a régészek, ahol valamilyen nagy beruházás kezdődik. Idén szerencsésen alakult, hogy pont a régészet napján is van egy folyamatban lévő feltárás, amit a gyerekeknek is megmutathattak. Az ásatást azt 3 héttel ezelőtt kezdtük meg. Ez idáig, amihez eljutottunk, az, hogy a 3,5 hektárt lehúzoltuk. Ennek ugye volt egy folyamata, kellett nézzük a gépeket, hogy mik kerülnek elő, betakartuk az objektumokat, és az ásatásnak a legdélebbi lelőhelyén kezdtünk neki, és ez idáig feltártunk egy temetőrészletet, meg egy teleprészletet. A feltárás során azt is megállapították a régészek, hogy mindkettő a szarmatákhoz tartozott. Ez a népvándorlás kori iráni közösség nagy népsűrűséggel, körülbelül 1800 évvel ezelőtt élt itt, amíg le nem győzték őket a hunok. Ezen a képen például egy előkerült állatcsontot tisztogatnak a gyerekek, ez volt az egyik legizgalmasabb helyszín számukra. A diákok a régészeti munka minden folyamatába betekinthettek.
A településen előkerült objektumoknak a dokumentálását nézhetik végig, hogy ezt hogyan rajzoljuk. Ők is kipróbálhatják, fotózhatnak, és természetesen a fotós munkáját is megnézhetik. És az ásatásnak a másik felén, ahol pedig egy szarmata temető részletet tártunk fel, itt bepillanthatnak abba, hogy hogyan bontjuk ezeket a sírokat. Bemutatták a restaurátorok és a rajzolók munkáit is, de egy hagyományőrző csoportot is felkért a múzeum, akiktől többek között az íjászkodást ismerhették meg a diákok a régészet napján. Aranyérmet szerzett Gönczi Alex a budapesti kickbox világkupa versenyen. A 19 éves nyíregyházi sportoló a K1 szabályrendszerű küzdelem 60 kg-os súlycsoportjában finn, szlovák és ukrán ellenfelét legyőzve végzett az élen. Az elmúlt hétvégén Budapesten a kongresszusi központban rendezték meg a kickbox világkupát. A versenyre 38 országból 2700 nevezés érkezett. A magyar csapat 18 arany, 18 ezüst és 31 bronzéremmel megnyerte a csapatversenyt. A sikerhez egy aranyéremmel járult hozzá a nyíregyházi Gönczi Alex, aki a legkeményebbnek számító K1-es szabályrendszerű küzdelemben a tavalyi győztes finn versenyzőt, valamint egy szlovák és egy ukrán rivális legyőzve végzett az élen. A nyíregyházi egyetem 19 éves hallgatója családi indítatása választotta ezt a sportágat. 5 évesen kezdtem el foglalkozni ezzel a sporttal. Édesapám által, ő kétszeres kickbox világbajnok, meg édesanyám is űzte ezt a sportot. Szóval már belecsöppentem ebbe az egészbe. Gönczi János, Alex edzőédesapja elmondta, hogy az első meccsen még érződött némi feszültség a későbbi aranyérmesen, aztán viszont felszabadult, magabiztos bunyóval győzte le ellenfeleit. A végső cél a profi világbajnoki cím, amely felé már megtette az első lépéseket a páros. Van egy franciaországi menedzserünk, Rácz Attila, és oda is vagyunk igazolva profiba, és majdnem minden hónapban van mérkőzése kint Franciaországban. Most július 1-én lesz egy nagyon komoly meccse a legjobb franciával. Hogyha ez sikerül, akkor már sinem vagyunk. Alex novemberben az amatőrök világbajnokságán hazai környezetben léphet majd a küzdőtérre. A világkupán ugyanis döntés született arról, hogy a hétszakák versenyének ebben az évben Budapest ad otthont. A nyíregyházi junior csapat végzett az élen a férfi kézilabda NB1B keleti csoportjában. Bécsi János együttese 2 ponttal előzte meg a békés csapatát. A fiatal kézilabdázók pénteken vették át az aranyérmeket a Continental Arénában. Utoljára gyűltek össze a nyíregyházi junior fiú kézilabdázók ebben az összetételben a Continental Arénában. Az apropó az aranyérmek átadása volt, a csapat ugyanis az élen végzett az NB1B keleti csoportjában. Bécsi János együttese 22 győzelem mellett egy döntetlent játszott és egyszer szenvedett vereséget. A második helyezett békési csapatot 2 ponttal előzte meg a nyíregyházi gárda. A szakvezető szerint magabiztosan szerezték meg az aranyérmet. A tavalyi év számunkra egy picit erősebb volt, hisz egy évvel fiatalabbak voltunk, vagy 2-vel, mert a korosztályunkhoz képest, akik megnyerték a bajnokságot, ők is idősebbek voltak. Ebben az évben 6-7 csapat volt, aki hasonló erősséget képviselt, a többi gyengébb szintet hozott. Ezzel a 6 csapat játszott el lényegében a bajnokságot, és itt tényleg a pillanatnyi forma döntött egymás közt, hogy milyen eredmény születik. Mi ebből jól jöttünk ki, én úgy gondolom, hogy voltak jó mérkőzéseink, voltak kevésbé jobb mérkőzéseink, de úgy gondolom, hogy magabiztosan tudtunk nyerni minden mérkőzésen. Bécsi Ádám a második helyen végzett a gólövő listán úgy, hogy az őt megelőző játékos az utolsó fordulóban 24 gólt dobott. A nyíregyházi kézilabdázó szerint elsősorban a csapategységnek köszönhető az aranyérem. Ez nem egy hétnek a munkája volt, erre már 3-4 éve készülünk, nagyon régóta játszunk együtt. De ugye harmadikok lettünk, akkor megértük, hogy idén menjenek a bajnokságot, és úgy álltunk ennek ez a dologhoz, hogy évre mindenki rendezze a fejeket, és úgy dolgozunk minden héten, hogy ennek így is meg lesz az eredménye, és a végén meg is tudtuk nyerni ezt a bajnokságot. A nyíregyházi fiatalok közül többen a fővárosban folytatják tanulmányaikat, közülük van, aki befejezi a játékot, van, aki tovább kézilabdázik majd Budapesten. Néhányan a felnőtt csapathoz kerülnek, de 2-s játékengedéllyel ősztől az NB2-ben szerepelnek majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Mintegy 30 ezer ingatlant vásárolt meg eddig a Nemzeti Eszközkezelő a bedőlt lakáshitelesektől, összesen 115 milliárd forintért.
A társaság 2012-es indulásakor úgy tervezte, hogy a 25 ezres keret elég lesz az adósok megsegítésére, ezt azonban időközben emelni kellett. Az időskorúak biztonságáért, áldozattá válásuk elkerüléséért indult bűnmegelőzési program 6 megyében. A Pusztán Hatan című prevenciós kezdeményezésben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintően a 25 legkisebb lélekszámú település vesz részt, ahol hasznos tanácsokkal, lakossági fórumokkal és képzésekkel igyekeznek megszólítani a szépkorú lakosságot. Idén Dögén rendezik meg a Nemzeti Vágta előfutamát, a Nyírségi Vágtát. A versenyzők június 4-én mérik össze tudásukat a 3. Lovas Fesztiválon. Az országos versenyt idén szeptember 15-e és 17-e között rendezik, a hagyományok szerint Budapesten, a Hősök terén. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 26-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat pedig elérhetik honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A tőlünk északnyugatra található anticiklon középpontja egyre közelebb kerül a Kárpát-medencéhez. Szombat estig többnyire alacsony nedvességtartalmú, 1-2 fokkal melegebb levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjel gomoly felhős idő várható, majd hajnalra kiderül az ég, egy-egy zápor előfordulhat, az északi szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel csak elvétve fordulhat elő záporeső. Az északi szél több helyütt megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban elkerülik a légköri frontok a Kárpát-medencét, vasárnap, illetve a jövő hét első napjaiban túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás. Enyhébbek lesznek az éjszakák és fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Kedden a maximum hőmérséklet helyenként már a 30 fokot is meghaladhatja. A hét közepétől is meleg, de kissé változékonyabb idő valószínű. A hosszabb, rövidebb napsütés mellett helyenként előfordulhat zápor, eső, zivatar.